Üdvözöllek téged a mai adásban, itt vagyok a La Prima Fashion Hotelben, ahol a mai nap megtartom a Boss Life Mastermind tréninget, és mi a francért van a kezemben ez a kis nyambat prezenter? Azért van ez velem, mert még soha az életemben nem használtam képzelet prezentert. És mi ebből a tanulság? Sokat kommunikálok neked arról, hogy ahhoz, hogy az életben a következő szintre léphess, boss, félre kell dobni az eddigi dogmáidat, azokat a dolgokat, amiket gondoltál saját magadról. Nekem pedig szent meggyőződésem volt, hogy ahhoz, hogy egy jó előadást tartsak, ahhoz nincsen szükség prezenterre vagy diára. Na, elmondhatom neked így egymás között, hogy ez egy oltári nagy baromság, ez egy fasság volt. Azért, mert egy nagyképű kis senki voltam, aki azt gondolta, hogy majd ő így bejön, és akkor megmondja a diák nélkül. Na de most nem szeretnék nyilvánvalóan magammal gonosz lenni, mert hogy az az ember, aki annó tette a lépéseket prezenter nélkül, ő jutott el oda, ahol ma vagyok. Viszont fontos volt ezt felfedezni, hogy egy bizonyos szint után, és ez eset kérem, hogy folyamatosan megakadok, csak nem is nagyon bedurrant a torkom, úgyhogy meg egész nap itt tartottam a tréninget, szóval ez egy izgalmas kihívás volt egyébként, pont olyan kihívás, mint ennek a prezenternek használata, vagy egyáltalán elmenni és megvenni, diát készíteni. És ezt azért mondom el neked, mert egy ponton fontos volt az felfedezni, hogy a vállalkozásom a sajmásra nem szól, ezek a tréningek sajmásra nem szólnak, mint hogy azokat az adott módszereket, dolgokat használjam, amik azokat a résztvevőket, akik itt voltak a mai nap folyamán, a lehető legjobban szolgálja őket, a lehető legjobb eredményekhez szolgálja, a lehető legjobb eredményekhez segít őket hozzá. És azt láttam, hogy egyszerűen azok a diák, amiket használok, az, hogyha használok egy ilyen prezentert, az az embereknek sokat ad. Szóval szépen el kellett engednem azt a Rolandot, aki soha nem használt prezentert, és soha nem használt diákat, és ma már egészen egyértelmű az, hogy ezekben is profivá kell válnom, ahhoz, hogy eljutassak oda, ahova el szeretnék jutni pár éven belül, 30 éves koromig elérjem azt, hogy 1 milliárd az árbevételem egy éven belül, hogy ide szeretnék eljutni, és ehhez arra van szükség, hogy ezek a dolgok meglegyenek. Az már persze megint egy másik téma, hogy majd ehhez mi fog jutni, mennyi ügyfél, mennyi embernek kell segítenem. Ez most egy másik téma. De a legfőbb dolog, amit innen szerettem, az, hogy engedd el azokat a dogmákat, amiket ebben a pillanatban fixnek gondolsz saját magadról, mert a személyiséged nem fix, dinamikus a személyiségünk, folyamatosan változunk, te magad határozod meg, hogy melyik irányba változol. Ha esetlegesen te is katás szolgáltatás alapú vállalkozó vagy egyébként, és abba az irányba szeretnél változni, hogy 2019-ben kimaxolod a katádat, és most még nem volt meg a lehetőséged arra, hogy itt a székek egyikén ülj, mint ahogy egyébként 4-5 részvevőnk azt megtette, hogy már az első hónapban átlépte az 1 millió forintos bevételt, amit előtte még azért igencsak messze állt a valóságoktól. Szóval azt mondom, hogy akkor neked itt a lehetőséged, hogy te is kimaxolod a saját katát, ehhez nincsen semmi másra szükséged, mint hogy belépj abba a csoportba, ahol április 29-én itt tudok egy kihívást, amiben át fogom adni azt a rendszert, amit az első hónapban itt átadtam azoknak, akik részt vettek ebben a High Level Mastermindban, azaz ebben a magas szintű Mastermindban. Én azt át fogom adni 3 videón keresztül április 29-től kezdve, úgyhogy szeretettel meghívlak ebbe. 90 napon keresztül természetesen minden nap készítem egy videót, ahogy már azt tudhatod, ha régen a követő dolgokat, akkor úgy mutogatok lefelé, hogy légy szíves, iratkozz fel, támogass meg ezt az utat, egy thumbs up-pal gyere velem és mutasd azt, hogy ez az egész ez érték, amit létrehozok számodra és rezonálsz üzenettel, valamint, hogyha bármi kérdésed vagy bármi gondolatod van, amit megosztanál velem, akkor azt kérlek, hogy itt tedd meg kommentben. Holnap újra találkozunk, köszönöm, hogy ma itt voltál, szia!